Most pedig a beállítások menü bemutatása után egy-két olyan applikációt mutatok be, amit a Sony adott ugye hozzá, tehát nem gyári Google. Ilyenek például ugye üzenetek kezelője, amivel, mint mondtam, ugye hiába van a téma állítva, itt mindig fehér szín fog megmaradni. Ugye továbbra is van gyorsírás, amint a beállításokat innen érhetjük el. A jelzőfénytől az értesítés hangjáig, kézbesítési visszajelzéstől kezdve mindent állítgathatunk. Majd ugye üzenet sablonokat is vehetünk fel. Írás közben ugye természetesen vehetünk fel helykoordinátákat, fényképeket, egyéb fájlokat, bármit csatolhatunk. Ugye természetesen akkor MMS-é változik, nem SMS marad. Ugye a címzetet beírhatjuk, telefonszámot, számként, ha nevet elkezdjük, akkor hozzá a találatokat, amint ugye adhatunk hozzá a kapcsolatokból is, ahol többet is kijelölhetünk, akár nem kell egyenként hozzáadogatni. Tulajdonképpen ez ennyi. Belül ugye a szövegbuborékok azok így néznek ki. Akkor jöhet a telefonkönyv. A tárcsa az ugye, tehát itt is a fehér szín dominál, mint ahogy a gyári Androidban is. Ugye itt továbbra is van tárcsázó, ami okos tárcsázó, kedvencek, hova mi vehetünk fel, valamint ugye a csoportkezelés, ami a Google Plus-ról is szinkronizálja a csoportjainkat, valamint helyi csoportokat is hozhatunk létre, csak a készüléken, amiket ha nem akarunk, nem szinkronizálunk. Ugye van maga a fő telefonkönyv, ami továbbra is a régi, tehát oldalt ugye betűk szerint választhatunk, vagy mehetünk le, vagy fent is írhatjuk be akár a betűt, és akkor az adott betűre kezdőbetűvel hozza a találatokat. Ugye, hogyha kapcsolatra rá kattintunk, akkor bejön az oldala, ahol szerkeszthetjük, és egyép dolgok. Ha pedig a kis képre, akkor választhatjuk, hogy üzenetet vagy hívást akarunk kezdeményezni. Beállításokból ugye van rengeteg, kapcsolatokat ugye tudjuk importálni, lementeni, memóriakártyára, belső memóriába, SIM kártyára, egyéb. Tudunk ugye többet kijelölni, tehát ezeket tudjuk küldeni, törölni, egyéb dolgok, akkor megjelenítési beállításoknál meg tudjuk annak, hogy mely kapcsolatok jelenjenek meg, ugye, hogy csak a telefonszámmal, csak online, de ez is maradt a régi, hiszen ez már így volt eddig is. Ami újdonság viszont az a társasító jelölség keresése, ez már ott a T-ben is benne van, Jelly Bean-ben debütál. Ez annyit tesz, hogyha például telefonszám, e-mail cím, Skype azonosító, vagy bármi egyezést talál mondjuk egy leszinkronizált Facebook vagy Google Plus kapcsolat és egy helyi kapcsolat között, akkor javasolja annak csatolását, összevonását, és az összevonást megjegyzi, megjegyzésként, és a későbbiekben nem kell újra összecsatolni az adott névért. Ezt sokan hiányolták eddig, jó, hogy van. És a további beállítások, ugye itt, hogy mely fiókokat szeretnénk szinkronizálni, állapotfrissítéseket meg szeretnénk jeleníteni, ugye az adott, tehát a kapcsolatainkhoz, és ugye a szolgáltató hívószámokat, amiket a SIM kártyáról olvas be. Ugye itt adhatunk, lehet, hogy keresni, amint mondtam, valamint adhatunk hozzá gyorsan és új névjegyet, ami lehet helyi vagy szinkronizált. Azt hiszem ez is ennyi. Feljegyzések ugye, itt ugye egyetlen amiket hozhatunk létre, írásos és hangjegyzeteket is ugye, amiket szinkronizálhatunk ugye a fiókokkal, Evernote-tal például, vagy Gmail-lel. Megadhatjuk, hogy mennyi időközönként szinkronizáljon és ilyen dolgok, valamint ugye írhatunk, és ugye rengeteg beállítás van erre, témázhatjuk is egyébként, tehát nem muszáj a sárga, lehet ez kék színűtől kezdve a rózsaszínűig bármi, ugye a fájlkezelő, ezt ugye nem minden szoftver tartalmazza, még az Xperia Z-ben sem, ezért tartalmazta ez a gyári magyar, hiszen ugye a Kecskeméti Centertől kaptuk tesztre a készüléket, az AVLN-től, hát ez ugye egy rendkívül jó kis fájlkezelő, és ami örvendetes, hogy magyar nyelvet is tartalmaz.
Ugye itt láthatjuk, hogy miként csoportosít. Úgy lépkedhetünk ki be. Office-e távoli fájlokat is, tehát hogyha csatolva van például bármilyen fiók, vagy wifi direkten egy távoli gép, tévé. Ugye a naptár szintén fehér háttert használ, és teljesen hasonlít a gyárira. Az is lehet, hogy tulajdonképpen ez a gyári Google naptár, csak épp átnevezték. Icipicit alakítottak talán a külső. Lehet heti, napi, havi felbontásban nézni, ugye adhatunk hozzá eseményt, amihez rengeteg dolgot rendelhetünk hozzá, valamint ugye beállításoknál. Ja igen, megadhatjuk, hogy melyik naptárakat mutassa. Tehát például ugye a Google vagy a Facebook integrációt is, vagy valamelyeket ezekből elrejtjük. Beállításoknál ugye maradtak az eddigiek. Az eseményt hozzáadni tudunk, törölni tudunk. Elugró értesítéseket tilthatjuk, engedélyezhetjük. És ilyen dolgok. Tehát tulajdonképpen nagy újdonságot ez nem hozott. Ugye az ébresztőóra, ami szintén maradt a eddig innen a világúrás, topert, tűzítőt is elérhetjük. Riasztásoknál pedig ugye vannak erről definiált stílusbeállítások is, ugye, amiket már mutattunk. Ilyenkor ugye egy képet rendel hozzá tulajdonképpen. Szund időtartamát állíthatjuk oldal hangerőgomb viselkedésért, hogy ezzel kinyomjuk, vagy semmit ne csináljon. Ugye még innen mehetünk az éjszakai óra felületre. Valamint ugye kijelölhetjük törésre a riasztásainkat is, szintén nem kell egyenként. Számológép ugye eddig tehát állóhelyzetben hagyományos volt, elfordítható tudományos. Nagy képernyőnek köszönhetően most már állóhelyzetben is tudományos, és természetesen ugye fektetve is tudományos maradt. Ugye különösebb beállítások itt nincsenek, beállításgomb sem érhető el. Akkor, ami még az AMI-édi appokat már egy másik videóban, mert az nem fér bele ebbe, meg rengeteg beállítás lehet tulajdonképpen. Hát az e-mailt ugye most nem tudom bemutatni, mert nem állítottam be hozzá fiókot. Intelligens csatlakozást azt már ugye ismerjük. Bemutattuk a T és a S szoftverében is annak idején. Ugye itt eszközökhöz rendeltünk, hogy milyen appok induljanak, közzétegye ezt Facebookon, vagy valami, valamint fényerő állítástól kezdve hangbeállításokig mindent tud vezérelni. Adhatunk hozzá ugye saját eseményeket is, valamint a meglévőket ugye törölhetjük. Ez is egy jó dolog, sokaknak tetszik, van, aki viszont nem használja. Ekkora lehet tiltani, vagy akár törölni, és engedi véglegesen. Tehát nem okoz fejfájást. Ugye a Sonic Car az ugye az autós megnyitő felett, ami annyiból áll, nagy gombokat alkalmaz, hogy az autóban ugye könnyű legyen ezt kezelni. Xperia Link ugye ez a internet megosztására szolgál, majd láthatjuk ugye a főképernyőn is, ha ezt akarjuk, beállítjuk, ha akarjuk, nem. Nálam nincs beállítva, így tulajdonképpen többet nem tudok mutatni belőle. Biztonsági mentés ugye, továbbra is biztonsági mentést készít, kapcsolatok, e-mailek, üzenetek, alkalmazások, azoknak az adatai. Akkor ugye fejezést mutattuk, frissítési központnál ugye továbbra is frissíteni tudjuk alkalmazásonként, vagy az egész rendszert, hogyha van frissítés, mikor melyik jön. Támogatásnál ugye súgót érhetünk el, telefon bemutattam, Sony Select pedig egy ilyen Sony által szelektált alkalmazások. Tehát ugye azokat az alkalmazásokat lehet innen letölteni tulajdonképpen, amiket a Sony mond javasol, vagy éppen támogat, vagy bármi. Természetesen ugye a Google Play-en belül is van ugye a Sony kis felületecskéje, ahol ugyanezeket az alkalmazásokat ugye megtaláljuk.